Minden könyvtár a kultúra bástyája, és bármilyen bővítés vagy megerősítés a javára válik. A Temes megyei könyvtár kisebbségi részleggel bővült, erről szól riportunk első része. De nem hagyhatjuk szó nélkül a helyszínen említett problémákat, dilemmákat és ötleteléseket sem, ezekről is beszámolunk. Jókaitól Schillerig, kortárs szerb antológiáktól roma nyelvű karácsonyi CD-kig sok értékes könyvvel és hanganyaggal gazdagodott a Temes megyei könyvtár. Ezeket mind kisebbségi szervezetek adományozták azzal a céllal, hogy a könyvtár a bánsági kultúrát minél szélesebb skálán be tudja mutatni. Egy héten keresztül zajlottak a különböző programok, melyeknek célja a helyi etnikumok bemutatása volt. A kezdeményezés egy civil szervezet részéről jött, volt egy megkeresés a nyár folyamán, amiben az RMDSZ Temes megyei szervezete bekapcsolódott, megírodott ez a projekt, és a többi kisebbségi érdekvédelmi szervezettel együtt alá is írtuk, beadták a megyei tanácshoz, megnyerték, és ez a rendezvény, ahol most vagyunk, ez a könyv kiállítás, ez az első, vagy ez a kezdő rendezvénye a projektnek, amelynek több fázisa van. Az első fázis a könyvgyűjtési akció volt, amelyet mi is levezényeltük. A második fázis az már, amit most itt van, ez a kiállítás, és az egész héten keresztül minden napra van valamilyen rendezvény itt ebben a térben, amelyet a megyei könyvtár a rendelkezésünkre állított. Majd pedig az összegyűjtött könyvek elszállítása és átadása megyei könyvtárnak, ez lesz a harmadik és végül befejező része a projektnek. A kisebbségi könyvtár tulajdonképpen akkor jön létre, és amikor a könyvtár személyzete felteszi őket a polcra, attól a pillanattól kezdve úgy gondolom, hogy kölcsönözhetőek is lesznek ezek a könyvek. Megjegyzendő, hogy a Temes megyei könyvtárnak eddig is voltak magyar, német, szerb és más nemzetek anyanyelvén publikált könyvei. Most az új állomány adományokból gyűlt össze. Az RMDSZ és a Bánsági Közösségért Egyesület felvállalt ezt a könyvgyűjtési akciót. Egy hónapon keresztül, október 15-től november 15-ig meghirdettük ezt közösségi médiában és a belső szervezeti hálózatokon keresztül. Főleg magánszemélyektől kaptuk a könyveket, de hogy helyileg Budapestről is jöttek, Brassóból, Temesvárról, és több mint 2000 könyv jött meg. Ezek a szakkollégium pincéjébe kerültek tárolásra, és hát azért úgy bő 10 napja megkérdezték, hogy hú, csak gyűlnek ott a sok zsák, hogy mi lesz a sorsuk. Aztán múlt héten volt egy közös gyűlés, ahol megkértem őket, hogy hát ez nagyon jó lenne, ha be tudnánk segíteni, és érdekes módon rögtön gyűlés után levonultak két íróasztallal, nyomtatóval, és munka zajlott éjjel egyig, tehát nagyon segítőkészek voltak. Nagyjából milyen könyvek gyűltek, milyen korszakokból, vagy milyen tematikában? Hát a könyvek 80%-a szép irodalom, gyönyörű kötések, tehát egy eszméletlen szép könyveket kaptunk. Nagyon sokan jeleztek, hogy elköltöznek külföldre, unokákhoz, gyerekekhez, itt van a szép könyvtár, és nagyon örültek, hogy van most lehetőség, hogy ide elhozzák, és nem elkallódnak a könyvek. Hát a többi pedig az egy ilyen vegyes krimi, volt azért más nyelvű könyv is, amit nyilván, hogy szelektáltunk, és nem fog ide bekerülni. A rendezvényen derült ki, hogy helyszűke miatt néhány héttel tolódik a könyvek átvétele. Hát eddig, az eddigi tárgyalások alapján ez lett volna a hely, ahova a könyveket, tehát maga a könyvtár létrejön. Most értesültem, hogy bizonyos változtatások lesznek itt a helyen belül, de szerintem meg fogjuk tudni beszélni a megyei tanács vezetőségével, és itt találunk egy olyan helyet, hogy ha már nem lehet itt, akkor egy olyan helyet, amely megfelelő lesz. A gyűjtés lezárult, a magyar, német, bolgár, ukrán, roma és aromán nyelvű könyvek katalogizálás után kölcsönözhetőek lesznek. A Terézia bástyában levő olvasóteremben előadások, felolvasóestek és kiállítások népszerűsítették a megyében élő kisebbségek kultúráját. A program a Temes megyei tanács és a Városi Regenerációs Erőforrás Központ segítségével valósult meg,
A Temesvár Európai Kulturális Főváros 2023 keretében.